Köszöntöm az Együtt magazin nézőit. A következő percekben nagyon érdekes pillanatoknak lehetnek a nézők szemtanúi, ugyanis a Fehérvár Média Centrum egyik kolléganőjével fogok beszélgetni, aki elmondja nekünk, hogy tulajdonképpen hogyan is vészelték át a járványidőszakot, és természetesen aztán majd az azt következő időszakról is beszélünk. Rába Henriette lesz a vendégem, aki egyébként egy 4 gyermekes édesanya, ezután pedig majd meg fogjuk önöknek mutatni, hogy hogyan is készül a jó ropogós kenyér. Helytelt édesanyaként és természetesen mint dolgozó nő is. Rába Henriette a vendégem itt az Együtt magazinban, akivel tehát arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is vészelték át, mint például ugye ő 4 gyermekes édesanyaként a családjával együtt az elmúlt heteket és a hónapokat. Köszönöm, Hetti, hogy itt vagy velünk. Egy kicsit beszéljünk akkor a ti elmúlt hetetekről, hónapjaitokról. Szia! Nem volt könnyű, de nem volt annyira nehéz sem egyébként ez a koronavírusos időszak. 4 gyermekem van, az egyik az első osztályos, van egy 5. osztályos, egy 8. osztályos és egy 10. osztályos. Azok, akik már hát nagyobbak, tehát mondjuk a 10. osztályos és a 8. osztályos, ők nagyon-nagyon jól tanultak, haladtak, otthon voltak tényleg, tehát hogy tudtak készülni, beosztották, napi rendjük volt. És akkor volt az 5. osztályos, akivel azért nem volt annyira egyszerű, mert ő hát ő neki nem volt úgy napirendje, de azért ő is egész jól beilleszkedett, meg már tudta, hogy mi a menet. Viszont az első osztályos, aki ráadásul egy énekzenei iskolába jár, ő vele azért voltak nehézségek, ő nem nagyon akar tanulni. Ugye a koronavírusos időszakban főleg a tanulás volt az, amit így láttunk, hogy nehézség. Amúgy egyébként így a munkában nem volt olyan nagy nehézség, mert váltott csoportokban dolgoztunk, úgyhogy egy hetet otthon tudtam lenni, úgymond home office-ban, egy hetet meg ugye bejárosként, tehát itt voltam napközben és dolgoztam. És az volt még szerencse, hogy a férjem is ő végig folyamatosan home office-ban dolgozott, és ő tudta felügyelni így a gyerekeket, tehát ő velük ott hát nyugalomban voltak otthon. Ugye, ahogy említetted, itt ugye 2 csoportban dolgoztunk felváltva itt az elmúlt hetek időszakát tekintve. Ezt hogyan élted meg, hogy tulajdonképpen belecsöppentél itt az egy hét pörgésbe? Természetesen voltak napok, amikor egy kicsit könnyebb helyzetben voltunk, és utána pedig egy hetet otthon a családod körében. Hogy ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani? Könnyű, vagy egyébként ez így hogyan működött nálatok? Amúgy nem volt nehéz, de nyilván az a hét, amikor otthon voltam, az nagyon nyugodt volt. Tehát akkor tényleg az ember tudott a gyerekekre koncentrálni, tudtam főzni. Amikor a bejárós hét volt, azért az egy kicsit megterhelőbb volt, mert ugye be kellett jönni, azért volt, hogy kicsit tovább is maradt az ember, vagy más feladata volt, és akkor amikor hazaértem, akkor kellett ugye főznem másnapra, hogy azért a családnak legyen ebédje. Most hozzá kell tenni, hogy egyébként, amíg nem volt koronavírus, azért az én gyerekeim a nagymamáknál lettek, és akkor én nem főztem, hanem ez így könnyebbség volt. Most a koronavírus alatt pedig ugye minden nap azért kell főzni, hogy a gyerekeknek legyen ebédjük. Hogyha össze kéne foglalnod az elmúlt heteket, akkor hogyan jellemeznéd úgy egy mondatban, hogy hogyan éltétek ezt meg ti így együtt öten? Én egyébként a nyugalmat használnám. Tehát, hogy az, ami otthon volt, az teljesen más volt, mint az eddigiek. Azért a mi életünk egy nagyon felpörgetett élet egyébként, mert 2 gyerekünk kosárlabdázik, előtte 3 kosárlabdázott, és folyamatban edzések voltak, meccsek voltak, munka volt. Minden hétvégén a kosárlabdáról szólt, most a koronavírus alatt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lenyugodott a családunk. Előtte alig voltunk otthon, így nem élveztük ki a házunkat, mert 2-es házban lakunk, most meg úgy ki tudtuk élvezni, és a gyerekeimén is ezt láttam, hogy nekik ez így tetszett. Tehát amikor azt kérdeztem, hogy mit szólnának, hogyha most újraindulna az iskola és újraindulna a hajtós, akkor mondták, hogy jó, mi azt nem szeretnénk, hanem tényleg jó volt nekik otthon. És egy kicsit kilépve a koronavírus árnyékából, és egy icipicit mégis a munka témájában maradva, azért ahhoz, hogy 4 gyermeket neveljetek, akik között ugye kisebbek és nagyobbak is vannak, azért egy nagyon nagy támogatás is szükséges. Azt hiszem, hogy a férjedről is, hogyha mondhatunk pár szót, akkor azt a nézők örömmel fogadnák. Milyen partnered ő egyébként ebben az egészben, a ti családotok, ez hogyan áll helyt? Ő nagyon-nagyon jó partner ebben, amit egyébként előtte nem is gondoltam volna, mert informatikusként dolgozik Budapesten, ezért hát sokat nem volt otthon. Úgyhogy amíg nem volt munkahelyem, és úgy otthoni anyuka voltam, addig ő annyira sokat azért nem vett részt így a hétköznapokban. Természetesen nagyon jó apuka volt akkor is, de nem tudott úgy annyit ott lenni. Most pedig úgy ilyen muszáj helyzetből
ott van velünk, és mindent csinál, és tényleg régen úgy éreztem, hogy egyedülálló anyuka vagyok, mert az óvodában én voltam, az iskolában én voltam, mindenféle rendezvényre egyedül mentem. Most pedig ez nincsen, mert nagyon sokszor ő kell, hogy menjen a gyerekrendezvényekre, a gyerekekért, az edzésre, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó apuka. És úgy, ahogy mondod, nem lehetett volna elkezdeni mondjuk így 4 gyerek szülése, majd egy picit felnevelése, tehát után visszatérni újra a munkába, hogyha nem lett volna támogatás. Én azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy egyébként is nehéz a média világát összeegyeztetni, hogyha a médiában dolgozunk, például egy párkapcsolattal, vagy a házas társunkkal adott esetben, de mégis ebben is helytáz. Mikor érkezett el az életedbe az, amikor a médiát választottad, és tisztában voltál-e azzal, hogy tulajdonképpen egy nem akármilyen terhet is vállalsz magadra, mert hogy itt ugye nem úgy működik, a nézők is ugye ezt tudhatják, hogy bejövünk 8 órára, és mondjuk 3:30-4-kor távozunk, hanem azért itt sokszor ugye este 6-ig, 7-ig, 8 óráig is itt kell lennünk. Azért azt gondolom, hogy ez sem egy mindennapi dolog, főként 4 gyermekkel. Igen, én annak idején, amikor elkezdtem dolgozni a Fehérvár TV-nek, még nagyon fiatal voltam, ugye gyakornokként kezdtem, és aztán dolgoztam 2-3 évet, és elmentem utána szülni. És mi nagyon hamar tudtuk a férjemmel, hogy azért több gyereket, 4-et szerettünk volna. És hát úgy gondoltam, hogy így egyébként abba, hogy tévézek, nem fog beleférni egy gyerek mellett sem ez a munka. És tényleg megszületett az első gyermekem, utána mondjuk jöttek aztán viszonylag sorban a többi gyermek, de mindig az volt bennem, hogy nagyon vágyakoztam volna vissza a tévézéshez, de úgy gondoltam, hogy egyszerűen nem fér bele. Tehát én akkor, amikor eljöttem szülni a tévétől, vagy elmentem szülni a tévétől, akkor már úgy éreztem egy gyereknél, hogy emellé a munka mellé nem fog beférni ez a, tehát egy gyerek mellett ez a munka. És aztán, amikor jött egy felhívás, hogy akkor keresnek ide ugye szerkesztő műsorvezetőt, akkor ugye jelentkeztem, és teljesen más rendszer vázolódott egyébként fel, mint előtte, amiben dolgoztunk. Előtte nagyon kötetlenben dolgoztunk, itt meg azért valamihez azért tudjuk tartani magunkat, tehát valamennyire tervezhető. Mondjuk, hogyha déltől 8-ig van a beosztásom, akkor is azért tudja a férjem, hogy mikorra kell mindenképpen hazaérni, mert hogy én nem fog tudni elmenni a gyerekekért. Gyerekeket is sokszor láthatjuk itt a tévészerkesztőségben, vagy adott esetben a stúdióban. Mi a visszajelzés? Egyáltalán van-e visszajelzés a részükről te feléd, hogy esetleg ők szeretik ezt a légkört, esetleg orientálódnak-e e felé a szakma felé? Szoktatok-e ilyenről beszélgetni? Mert hát azért itt már van olyan gyerkőc, aki tulajdonképpen most már olyan korú, hogy el kell lassan döntse, hogy hát mi is lesz, hogyha nagy lesz. Igen, leginkább ugye a nagyfiam, aki most 10. osztály, és ő van úgy, hogy már a pályaválasztás felé hát kellene, hogy tekingessen, és ő leginkább apukája nyomdokain szeretne járni, tehát ő inkább az informatika világa felé kacsingat, de a kincső például a Ciszter gimnáziumba jár, ugye most 8-as, és ő ott már elkezdett tévézni. Tehát ott most lett egy ilyen belső tévés kis stúdiójuk, és ő már forgatott például az ő kis tévés stúdiójukkal, vagy hát oda anyagokat. Úgyhogy lehet, hogy ő benne azért van egy kis ilyen, bár ő, amikor kérdezem, akkor azt mondja, hogy nem, ő biztos, hogy nem lesz az. De te nem erőlteted, hogyha jól érzem, tehát, hogy mondjuk azt csinálják, amit te vagy a férjed, hanem amit ők szeretnének. Nem, sőt, én annyira nem vagyok elvárásokkal teli, hogyha most ő azt mondja, hogy nem akar egyáltalán diplomát, vagy tehát ő mondjuk valamilyen szakmunkást szeretne elvégezni, vagy fodrász szeretne lenni, van olyan gyerekem is egyébként, aki azt mondja, hogy fodrász vagy műkörmös szeretne lenni, akkor csinálja azt, tehát egyáltalán nincsen elvárásom. És ahogy nézem, azért ők már úgy, tehát pont az, amelyik mondja, hogy fodrász vagy műkörmös, ő már úgy nagyjából el is döntötte lehet, hogy akkor ő inkább ezt szeretné, és nem tanulna tovább. Kicsit a nyaratokba is engedj bepillantást a nézőknek, hogyan fog ez majd telni, mik a terveitek, ugye azt már azt hiszem, hogy elárulhatjuk, hogy ti is majd egy kicsit kiszellőztetitek a fejeteket így a járvány, illetve a pörgős munkából kilépésként. Hova mentek, mit terveztek, és majd mennyire figyeltek arra, hogy például külföldre mentek, és a többi. Egy kicsit mesélj erről is. Mi így a 4 gyerekkel sajnos nem jutottunk el nagyon külföldre nyaralni eddig. Mindig belföldön nyaraltunk, és tavaly volt az első, amikor Horvátországba elmentünk nyaralni, ami egy kicsit kalandosra sikerült, mert az egyik gyerekemet sajnos ott ki meg kellett műteni vakbélgyulladással, de mégis olyan jó emlékeket őrzünk róla, és most pont ugyanoda abba a városba, Rijekába szerettünk volna visszamenni. Aztán ugye közbeszólt ez a koronavírus járvány, úgyhogy sajnos ezek a terveink ezek most így elporlattak.
Viszont Balatonalmádiban van egy nyaralónk, és akkor ott töltünk majd egy hetet. Sajnos így a férjem nélkül, de édesapámmal, meg a testvéremmel és az ő gyerekeivel, úgyhogy tényleg egy ilyen nagy csapattal. Remélem jó idő lesz, és akkor tudunk majd strandolni. És akkor van még olyan két hét, ami így a férjemmel együtt, és hát azt tervezzük, hogy nem szállunk meg sehol sem, azért még egy kicsit félősek vagyunk, de hogy sokat fogunk kirándulgatni azért az országon belül. Megnézzünk látványosságokat, nevezetességeket, fürdőhelyeket, állatkerteket, ahova még nem jutottunk el. Például Nyíregyházán nem voltunk, még mondjuk az jól messze van, ott akár meg is kéne szállni, de majd valahogy megtervezzük. Én ezekhez a hetekhez kívánok nektek nagyon szép és jó időtöltést. Köszönöm, hogy itt voltál velünk az Együtt magazinban. Nézők pedig tartsanak velünk továbbra is, ugyanis most az érdekes percek után izgalmas témával folytatjuk itt az Együtt magazint, ugyanis a múlt héten a nézők már láthatták, hogy hogyan is készül a jó alap, a jó kovász, most pedig azzal megyünk tovább, hogy hogyan is készül el maga a finom ropogós kenyér. Kellenek a hozzávalók a kenyérkészítéshez. Elkészítettük a kovászt, amilyen szép buborékos, van egy állaga, hopp, ott jön fel a buborék, tényleg nagyon jó állaga van, megkóstoljuk, és kicsit savanykás, nagyon finom íze van. Kell még hozzá só. Ez egy erdélyi kövisó, én azt szoktam használni, bolti sót én nem nagyon használok, mert azt én nem szeretem. Kell hozzá langymeleg állott víz, napon vagy bárhol, de akár, hogyha az ember nem akar vele nagyon szórakozni, kiengedi a csapmeleg vizet, az is teljesen jó, de minél állottabb, annál jobb a víz. Van kétféle lisztünk, van egy sima búzalisztünk, ami valószínűleg minden háztartásban előfordul, és én még egy kevés teljes kiörlésű búzalisztet is fogok hozzá tenni, nekem ilyen is van itthon. Na, ezekre van szükségünk, illetve, hogyha van mérlegünk, nagyon jó. Ha nincs, akkor hajrá! Na szóval, kezdjük el készíteni. Elkezdjük összeállítani az alapanyagokat. Először a vizet és a kovászt teszem bele. Olyan 400-450 g vizet teszek hozzá, egy bő kilós kenyeret készítünk. Langymeleg a víz, úgyhogy nagyon jó, nagyon finom langymeleg a víz. Így, ha egy kicsit több vagy kevesebb, nem kell megijedni, úgyis mindig minden változik. Teszünk hozzá körülbelül egy 200-250 g kovászt, híg kovászt szeretek dolgozni, amennyink van, nagyon szép habos, tényleg látszik, tele van élettel, nagyon csodálatos. Így, ezt a maradékot pedig vagy feletetjük a következő tésztának, vagy hagyjuk kiszáradni, és tartósítani fogjuk a következő sütésig a kovászt. Ezt elkeverem a vízben a kovászt. Mondjad onnan még egyszer, hogy ezt elkeverem. Jó. Jó, mert itt akkor vágtok, mert az arcáról leigazítottam. Ugye rendben. De... Jó. Jó, mentünk. Jó. A meleg vizet elkeverem a kovásszal, és egy picit állni hagyom. Ezután hozzáadom a kétfajta lisztet. Én fele-fele arányban használom a teljes kiürlésű lisztet és a finom lisztet. Természetesen ettől nem teljes kiürlésű a kenyér, de én szeretem ezt az állagot. Mindenki úgy csinálja, ahogy ízlése megengedi. Tehát 300 g-ot teszek a finom lisztből, 300 g-ot teszek a teljes kiürlésűből. Így. Hozzáadunk még 2% sót, ez ugye most körülbelül 600 g liszt, a kovászban is volt egy olyan 100 g liszt, úgyhogy az már 700 g liszt, tehát ugye ez körülbelül olyan 7-14-15 g sót, ki hogy szereti sózni. Ha valaki kevésbé szereti sózni, tegyen hozzá kevesebbet, hogyha valaki jobban, akkor egy picit többet. Én olyan 14-15 g sót hozzáteszek, ez olyan két csapott kis kanál. Így, és ezt most először összekeverem, nem dagasztom, keverem. Jó alaposan átkeverjük, minden alapanyag
kézmeleg és langymeleg. Azért, hogy el tudjon benne indulni a fejlődés. A gombák és baktériumok, amelyek teljesen természetes módon belünk élnek, el tudjanak szaporodni. Egy olyan 30-32 fok az, amit nagyon szeretnek, úgyhogy érzem a kezemmel is, hogy olyan kellemes, langyos meleg a tészta. Most összekevertük a tésztát. Még nem igazán dagasztottuk össze, úgyhogy hagyjuk, hogy a tészta megszívja magát és megdagadjon egy kicsit. Összeálljon a sikérváz, még látszik, hogy a kezem teljesen nedves és a tészta rá van tapadva. Úgyhogy ezt egy körülbelül egy 15-20 percig letakarom és langyos helyen pihenni hagyom. Átdagasztottuk kétszer a tésztát, ismét hagyom letakarva, körülbelül egy olyan fél órát pihenni, utána ismét átdagasztom, és aztán pedig hagyjuk, hogy megkeljen egy olyan 60%-osa, 60-70%-osa, ezen 3-4-5 órát is igénybe vehet, hőmérséklettől és tésztától függően langyos helyre tesszük. Ismét letakarom egy 15-20 percre, és hagyom pihenni a tésztát, utána újra át fogom dagasztani. Letelt a 10 percünk, ezt átdagasztjuk még egyszer, egy kicsit bevizezem a kezemet, és ismét átdagasztom. Már látszik, hogy jobban elválik a szélétől. És kezd a tészta teteje egy kicsit fényesebbé és kisimmultabbá válni. Egy picit dagasztjuk, nem kell sokat, utána pedig hagyjuk ismét dolgozni a természetet, és ismét egy 10-15, akár 20 percre, de akár lehet fél óra is, hogyha más dolgunk van, pihenni hagyjuk. Úgyhogy ismét letakarom. Megkelt a tésztánk, buborékos, szép lágy, látszik, hogy az ujjam nyoma egy kicsit benne marad már. Ez olyan 60%-os keltségi fokon van. Ezt most kiborítjuk, és vekniként megformázzuk. Teszünk alá egy kis lisztet, hogy tudjak vele dolgozni. Ilyenkor, amikor még a kenyér teljesen, a kenyértészta még nem teljesen sütésére, ilyenkor nyugodtan lehet vele egy kicsit durvábban bánni, mert ezek a buborékok, ez a keltség, ez még nekünk nem kell. Úgyhogy a lényeg az mindig, hogy egy feszültséget adjunk a tésztának, megfeszüljön a tészta, látszik, ahogy szépen feszül a tészta, de bárhogy el lehet készíteni ezt a tésztát, akármilyen formára, nem számít, hogy ebben keresztjük, egy cipős dobozban keresztjük, vagy bármi másban keresztjük, a lényeg az, hogy otthon kenyeret tudjunk sütni. Egy kicsit lisztbe forgatom, ahhoz, hogy nekem ne tapadjon bele a szakajtóba. Teszek bele én egy kis rizslisztet, ez még megkönnyíti, ne tapadjon bele. Így belehelyezem, betakarom, és ez most, hát, megkelesztjük. Ez akár lehet egy 5, 6, 7, 8, de 12 óra is, hogyha hűtőbe teszem hideg helyre, ezt így be tudom tenni hűtőbe, hideg helyre, vagy kamrába, bárhová, és akkor egy 12-16 órát is el tudott pihenni a tészta. Ennek az az előnye, hogy holnap reggel, hogyha azt szeretnék friss kenyeret, ma megcsinálom, elkészítem a kenyértésztát, és holnap reggel ki tudom sütni, ha nem felejti el az ember felfűteni a sütőt. Akkor felfűti, másnap reggel kiveszi a megkelt tésztát, és már csak beteszi sülni. Megkelt a tésztánk. A tésztát onnan tudjuk, hogy megkelt, Sajnos nem időre kelesztjük a tésztát, hanem állapotra. Az állapota a tésztának lehet akár, ugye a hőmérséklettől is függ, a kovász érettségétől is függ, és magát a liszttől is függ, hogy milyen. Egy nagyon lágy, de mégiscsak rugalmas tésztánk van, és ilyenkor már sütésére a tészta. Teljesen megkelt, megér a tésztánk, úgyhogy süthetjük.
behelyezhetjük a sütőbe. A sütőt teljes hőmérsékletre felcsavartam, nálunk 250 fokot bír az otthoni sütő. Alulfürdő sütésre állítottam be, ez azért fontos, hogy minél előbb felfűtsön a kemence vagy a sütő. Akinek csak gázos sütője van otthon, az tekerje föl, amennyire tudja. Most ismerni kell az otthoni saját sütőket, hogy nehogy megégjen, de az első sütés után meglátja mindenki otthon, hogy megégette a kenyér, vagy nem égett meg, hogy az alja, vagy a teteje, hogy süt, hol nem süt jobban. Szóval, lehet otthon sütni római tálban, vagy vastálban, amelyik van. Ennek az az előnye, hogyha ilyen van, hogy le tudjuk fedni, beletesszük a tésztát, lefedjük a tálat bent a sütőben, és szépen meg kell ebben benne, és szépen megsül. Ebben lehet keleszteni is, de így is lehet, hogy megkelesztettük egy szakajtóban, vagy egy cipős dobozban, vagy bármi másban, és utána beletesszük a forró tálba. Tehát a tálat elő kell melegíteni a sütőben, csak nagyon kell vigyázni, mert amikor az ember kiveszi, hogy beletegye a kenyeret, akkor azért ez tűzforró. Én úgy szoktam, hogy mindenképpen sütés előtt vagy kibélelem, vagy egy sütőpapírra borítom rá a tésztát, és azzal együtt helyezem bele. Mivel nem mindenkinek van otthon ilyen tálja, most egy teljesen hagyományos, egy ilyen tálcán fogjuk megsütni a kenyeret, és vizet fogunk alá tenni, amit szintén előre beteszek a sütőbe, felforrósodik, és amikor behelyeztem a kenyeret, aláöntök egy kis vizet, hogy gőz keletkezzen azért, hogy a kenyerünk szépen tudjon fejlődni. De még van egy lehetőség, hogy a kenyeret nem szakajtóban kelesztik, hanem egy sütődobozban, vagy bármilyen formában, őszgerinc formában, bármiben, ami bírja a sütést. Hogyha a nyers tésztát beleteszi az ember a sütőformába, bármilyen sütő, még kuglóforma is lehet, abban meg tud kelni, és ezzel együtt is be tudja helyezni a sütőbe, az is megsül. Tehát amilyen van otthon az embernek, használja. Legjobb, hogyha a józan eszét. Szóval, akkor lássunk hozzá. No. Ezt először behelyezem a sütőbe azért, hogy felforrósodjon, és utána tudjak bele vizet önteni, hogy elpárologjon. Akkor bevetjük a tésztát, kiborítom egy sütőpapírra szépen, így óvatosan a kis tésztánkat, nagyon szépen kijött, hogy belehelyezem ebbe a kis tálcába, így. Megvágom azért, hogy ott nyíljon szét, ahol mi szeretnénk, úgyhogy szépen alávágok. Így, és akkor mehet be a sütőbe. Ne. Így. És becsukom. És most még öntünk alá egy kis vizet, hogy legyen alatt egy kis pára. Így. Így. Becsukjuk, és akkor megvárjuk, míg megsül. Ez nagyjából egy kilós kenyér. Ezen a hőmérsékleten egy olyan 45-55 percre van szüksége, de sütőtől függ, úgyhogy majd figyeljük. Letelt az az idő, amíg nagyjából meg tudjuk nézni, hogy kisült-e a kenyerünk, úgyhogy meg is nézzük. Jó? Kisült-e. Vigyázni kell, mert ilyenkor kicsap a gőz. Ennél szebb kenyeret is készítettünk már életünkben, de célnak megfelel. Vigyázni, mert forró. Na, onnan tudjuk, hogyha esetleg megsül, hogy megkeményedett a héja, illetve az alja mély kongó hangot ad. Úgyhogy ez a kenyér már átsült. Nagyon finom samaikás illata van, hallani, hogy roppan a héja.
Ez a kenyér a kovásznak köszönhetően egy hétig kenyér. A tárolását úgy lehet megoldani, hogy konyharuhába tesszük, és csak szikkadni fog, ez penészedni nem fog. Elég egy héten egyszer sütni. Jó étvágyat! Kedves nézőink, én köszönöm, hogy velünk tartottak ismét, tegyék ezt meg legközelebb is, bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek érdekes információkkal, akár érdekes receptekkel, kedves pillanatokkal, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!